75 éves lett Varga György, aki többen a híres Varga tanító fiaként azonosítanak szűke pátriájában Csékúton. A kántor tanító fia, akinek felmenői több generációra a gyerekek nevelését választották hivatásuknak, nem esett messze a fájától, ma is közösségének egyik fő szervezője és programadója. A pénteki szülinapi ünnepségen elsőrendű szempont volt a meglepetés faktor, aminek teljesüléséhez minden barát ügyesen konspirált. Számtalan barát, rokon, ismerős gyűlt össze a Padrakúti Művelődési Házban, hogy együtt köszöntsék 75. születésnapja alkalmából a csékúti település részért és közösségért oly sokat tett Varga Györgyöt. A meglepetés partit az utolsó pillanatig sikerült titokban tartani, és igazán megható pillanatokat tartogatott. Paksáni Ági szervező a csékúti baráti körnevében köszöntötte és méltatta az ünnepeltet. Megtiszteltetés számomra, hogy itt köszöntök a jó barátot, és természetesen az ünnepeltet. Hát el kell, hogy mondjam, hogy amikor írtam ennek az ünnepségnek a forgatókönyvét, akkor úgy kezdtem el, hogy hát először fölmosdatjuk a gyűrűt, talán megköszöntjük. Majd nagyon sikerült. Első jó kívánság tőlem, részemről, az úgy hangzik, hogy nem kívánok egy év árkot, egyenleg egy hektómákot. Minden nap csak egy-egy szemet, addig évig meg nem ezzel. Ha már kiálltam elétek, ezért egy kicsit magasabb gondolataimat is szeretném megosztani veletek. Hát mind ahogy a meghívóra is írtuk, ezt az alkalmat szeretnénk felhasználni arra, hogy megköszönjük neked a több mint 10 éves önzetlen és töretlen munkát, amit Csékútért, a faluért, a közösségért, végeztél és segítségért végzel jó ideig. Akik most mi itt veled ünnepelünk, pontosan tudjuk mindjárt, hogy te milyen megszeretett vállaltál a csékúti baráti kör munkájában, abban, hogy az első Csékúti Rendezvú 2007-es megrendezése óta egyre hangosabb és egyre többször halljuk azt a szót, hogy Csékút. És ebben nem kis részekben köszönjük. Egy 75. kerek születésnap, tudjuk mindig, hogy egy nagyon nagy ünneplésre ad okot. Mégis úgy érzem, hogy ez a mai délután egy kicsit különlegesebb volt. Mintha nem is csak Varga Gyurit ünnepeltétek volna, hanem egy kicsit talán a csékúti település részt is. Hogy is van ez pontosan? Nagyon jól látod, és ezt el is mondtam a köszöntőbe, hogy ezt a jeles alkalmat mi arra használtuk fel, hogy mint a csékúti baráti kör együtt köszöntsük föl a 75 éves Varga Gyurit, aki, mint ahogy már többször elhangzott, nagyon sokat tett a faluért, és ezt mi most itt kellő keretek között szerettük volna megünnepelni, és ebbe Ajka is segítségünkre volt, ugye Ajka 60 program sorozat keretében történt ez az ünneplés. Nagyon nehéz az embereket összehozni, és meglátásom szerint ez egy borzasztó nagy szervező munkát igényelt, hiszen rengetegen eljöttek, nagyon-nagyon sokan készültek. Hogy sikerült ezt összehozni, Ági? Hát igen, a szervező munkánk az benne van, de ettől függetlenül mi még több vendégre számítottunk, azért maradtak üres helyek, és pontosan azért, mert nyár közepe van, a nyári programok, ez elkerülhetetlen, hogy ilyenkor mindenki a családjával tölti, és ezt nem lehet kiszámítani, de ennek ellenére, aki itthon volt, mondhatnánk úgy, aki számít, az itt van. És hogyan tudtátok ezt ennyire titokban tartani? Ki volt az, aki rajtad kívül, vagy rajtatok kívül ebbe a dologba be volt avatva? Nagy segítségünkre volt a Zsuzsa, a Gyurinak a párja, aki ezt végig koordinálta, és hát a meghívókat is csak interneten keresztül küldtük, és mindenkinek meg telefonon keresztül,
körül értesítettük a barátokat, és mindenkinek elmondtuk, hogy ez meglepetés buli, elmondtuk a mihez tartást, hogy nem szabad senkinek szólni róla. Egyedül a polgármester úrral találkoztam egyszer az OTP-be, és az mondta, hogy majdnem elárultam a Gyurinak, de még időben eszembe jutott, mert akartam mondani neki, hogy hiszen nem sokára találkozunk, de aztán mondta, hogy még ő is időben kapcsolt, úgyhogy sikerült titokba tartani. Nagyon szép műsor volt, ajándékozások, köszöntők. Mi vár még rátok ezen a mai délutánon? Hát a Szigeti József, mint a falu főszakácsa, azért azt kiemelném, hogy a Csékuti kemencénél, amit a 800 éves nyeremény projektből készült Csékuti kemencet történt a sütés-főzés, és nagyon finom tarja és csirkesült van, ezt elfogyasztjuk, és még vár ránk egy nagy torta. Paksáné köszöntőjében utalt a sok-sok akcióra, amiben az ünnepelt részt vett az elmúlt években. Ezek különböző műsorok voltak, emlékműhelyreállítás, kopjafaállítás és avatás is szerepelt közöttük, de ezt mind közösen szervezték. Kiemelte azonban az ünnepelt személyes hozzáállását a különböző dolgokhoz. Ági szerint ő volt az a húzóerő, akinek köszönhetően minden megmozdulás olyan bravúrosan sikerült. Neki köszönhetik a csékutiak, hogy minden a lehető legjobb minőségben, a lehető legigényesebb kivitelben és a lehető legnagyobb tiszteletadás mellett történt. Varga György önzetlen, töretlen munkásságát a város együtt egymásért elismeréssel jutalmazta, melyet Schwarz Béla polgármester adott át. Azt szeretettel fogad el a város képviselőtestületének együtt egymásért elismeréssel is elküzdték. Ezt követően ajándékok és baráti köszöntések végtelen sora következett, amiből csak úgy áradt a sok-sok szeretet. Hát, hogy őszinte legyek, szeretem a meglepetéseket, főleg az ilyet, mint ez a mai volt. Hát hihetetlen. Elmondtam ott benne is, hogy a 70 éve születésnapomra a családom meglepett engem egy harckocsi vezetéssel, óriási meglepetés volt. De ez, amikor beléptem ide, és itt van, volt ez a sok barát, nem tudok mit mondani. Egyáltalán nem is sejtette, hogy itt valamiféle dolog készül? Semmit az égvilágon. Nem, tényleg nem, semmit. A társam mondta, hogy na, gyorsan öltözzél, mert mindjárt jönnek, értünk, megyünk a paksáékhoz. Meg akarnak téged köszönteni. És akkor itt valamit mondtak nekem, hogy valami kiállítás készül, mert itt vannak többen, menjünk be, nézzük meg, mi az. Kinyitják az ajtót, és itt van ez a rengeteg barát, ismerős. Hát, óriási meglepetés volt. Elképesztően sok barát gyűlt össze, nagyon-nagyon sokan köszöntötték külön-külön is. Látszódik, hogy borzasztóan szeretik itt a település részen, és nagyon-nagyon sok barátja van. Rengeteg ajándékot kapott. Mégis biztos, hogy van valami, ami a legkedvesebb önnek ebbe a mai napba, ami a legkedvesebb ajándék volt, és itt most nem tárgyi dologra gondolok. Hát ez, hogy itt összejöttek, úgyhogy semmit nem tudtam róla. Végül is így fejezik ki a hálájukat azért, hogy én ennyit dolgoztam faluért, értük. Csodálatos érzés lehet az, hogy valakinek betöltötte a párja a 75. életévét, de az talán még csodálatosabb, hogy ennyi barát, ennyi kedves ember köszöntötte itt a Padrakúti Művelődési Házba, és látni, hogy ennyire sokan szeretik. Mennyit tudott ön erről a meglepetés partiról? Én végig tudtam róla, tehát velem azonnal megbeszélték, és nekem kellett félrevezetnem a Gyurit, hogy nehogy véletlenül valamit is megtudjon. Ugye én a Tónékkal megbeszéltem, a Gyuliékkal, hogy 3:30-kor fogom mondani neki, hogy hát Gyuri, akkor most gyerünk öltözni, mert 3:45-kor itt a Toncsi értünk, és megyünk a Paksáékhoz, meg a Bencsaékkal egy kis névnapra. Azt mondja nekem, hogy ezt most te találtad ki. Mondom, nem a lányok találták ki. És ugye azt is megbeszéltük, miután az Ágiék jobbra laknak, a művelődési ház balra van, hogy azt fogjuk mondani neki, hogy még a Jolikáért fel kell jönnünk. Mondja is a Gyuri útközben, hogy hát miért, mi van?
mondja neki, mert ezt is már megbeszéltük előre, hogy már kiállítás van a Művelődési Központban, azt itt segített. És akkor feljövünk, és azt mondja a Tóni, hogy kiszálltok, Gyuri? Azt mondja, hogy hát persze, hát megnézzük a kiállítást. Úgyhogy tulajdonképpen, amikor a paksáikat megláttam, én egyből mondtam, hogy jöttünk a kiállítást megnézni, tehát gyakorlatilag az ajtóig, amíg belemlékszett, az utolsó semmit az égvilágon nem sejtett. A gyönyörű születésnapi torta felszelése előtt Oravec Edit erre az alkalomra írt versével kedveskedett. Hetekig sorolhatnám mindetlenül végzett munkáidat, melyet a Csíkutiakért, a barátaidért és az elhintott emlékéért tettél. Köszönet és hála neked, ezért mindannyiunk nevére. Mit is kívánhatnánk neked, szebbet, mint azok, akik ma itt egybegyűltünk, szebbet, jobbat, a szép születésnapodon, dolgozzál még sokat, saját és mindannyiunk örömére. Isten értessen jó egészségben, szeretetben, boldogságban, boldog születésnapodon. A sok meglepetéssel teli vidám délutánon a finom falatokról, mint szinte mindig Szigeti József a falu szakácsa és kemencemestere gondoskodott nagy igyekezettel, aki az elkészítés fortéjaiba is beavatott bennünket. Józsi adott egy szuper jó kemence, amit szerencsére kaptunk ajándékba a 800 éves Ajka verseny kapcsán. Viszont azért nem csak a kemence kell ehhez, ugye jó, megvan a tudás, hogy felfűtjük ezt a kemencét tökéletes hőfokra, de milyen fűszereket használsz, amitől ilyen finom lesz minden? Azért mondom, hogy már kérdezték tőlem, mondom, nyugodtan ki lehet tapasztalni sajarkávárést. De a legegyszerűbb, ha megveszik a sűrcsirkét, a sűrcsúskáveréket, és az tökéletes. Az a lényeg, hogy kézbe aztán be kell morzsolni. Csirka alá víz kell kicsit lefedni fóliával, sűrcsús alá zsír, kis olaj, és fűszer, semmi. Azt is be kell így, össze kell. Jó, cuppogósan. A 75 év kapcsán egy kitüntetéssel is gazdagodott. Mit tudhatunk erről? Hát ez is egy óriási meglepetés volt. Hát együtt egymásért az a kitüntetésnek a neve, és azt hiszem, hogy árulkodik arról, hogy miért is kaptam én ezt a kitüntetést. Az meg, hogy a polgármester úr hozta el ide a barátaim közé, és itt adta át, az meg egy külön-külön nagy élmény volt, illetve külön meglepetés. Úgyhogy hát köszönöm szépen a városnak. Köszönöm. A szeretet és az összefogás szép példája volt az Ajka 60 programsorozathoz kapcsolódó rendezvény.